Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Augusztusban indul a Magyar Honvédség altiszt képző programja, az Acélkocka. A részleteket elmondjuk később, előtte mutatjuk a teljes kínálatot. Bővítés és fejlesztés. 100 új munkahely létesült Nyíregyházán és Miskolcon. Acélkocka, érettségire alapuló altiszt képzés a Magyar Honvédségnél. Vármegye nap, ezúttal a Vármegyeháza dísztermében rendezték. 1 milliárd forintos beruházással bővítette üzleti szolgáltató központjait Nyíregyházán és Miskolcon a Qualcomm ZRT, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a cég Nyíregyházi irodájának megnyitóján. A fejlesztéshez a kormány 300 millió forintos támogatást nyújtott. A forrásokból a cég többek között 100 új munkahelyet teremtett, valamint a dolgozók továbbképzését is végzi. A tárcavezető azt mondta, Magyarország mára az üzleti szolgáltatási szektor zászlós hajójává vált Közép-Európában. Az ágazatban dolgozók száma ugyanis 5 év alatt a duplájára nőtt, és átlépte a 100 ezret. Call Center a Nyíregyházi Egyetemen. A szolgáltatást végző Nyíregyházi Társaság a szektor legnagyobb hazai cégének leányvállalata. A cégcsoport az elmúlt években jelentős növekedést produkált, 2022-ben a hazai szektorban egyedüliként tőzsdére léptek, szigorúbb szabályozói környezetben működnek, több infrastruktúrális beruházást és humán erőforrás fejlesztést végeztek. Erről a Qualcomm ZRT vezérigazgatója beszélt a Nyíregyházi Iroda ünnepélyes megnyitóján. Eredményeink és céljaink azonban nem tudnának megvalósulni tapasztalt, jól képzett, elkötelezett és motivált munkavállalók nélkül. Társaságunk a kezdetektől fogva felismerte, hogy a működés sikere szempontjából a munkavállalói elégedettség az egyik legfontosabb tényező. Mivel call center üzletek legfontosabb eleve pedig a munkavállaló, cégünk céltudatosan törekszik arra, hogy kollégáink kellemes környezetben, a vezetők által biztosított támogató légkörben stabil munkahelyel biztosítassák saját és családjuk jólétét és boldogulását, és hogy az általunk biztosított folyamatos képzésnek és gyakran megbízóink részéről jövő igen szofisztikált elvárásoknak köszönhetően a munkaerőpiaci értékük is növekszik ezáltal. Az iSense több mint 20 éve alakult Budapesten, a Qualcomm pedig lassan 10 éve lesz, hogy megalakult itt Nyíregyházán, azzal a céllal, hogy call center szolgáltatóként ennek a régiónak a munkaerőjére támaszkodva végezze a tevékenységét. 2021 végén, amikor belevágtunk a nyíregyházi projektünkbe, a növekedési projektünkbe, a fokozódó megrendeléseinknek köszönhetően az állomány létszáma a Qualcommban 67 fő volt. Ma, közel 3 évvel később, körülbelül 215-en vagyunk a mai reggeli állapot szerint a Qualcommban, az iSense-ben pedig összesen 650-en, a nyíregyházi, a budapesti és a új, idén nyitott Miskolci irodánkkal együtt. Nagyon jó érzéssel tölt el minket, hogy társaságunk gazdasági érdekei jól összeilleszthetőek azzal a kormányzati törekvéssel, hogy egy hátrányosabb helyzetű régióban élők munkához jutását támogassa. Vinnai Győző országgyűlési képviselő többek között azt mondta, a térség gazdasági növekedéséhez hozzájárul a Qualcomm nyíregyházi létszámbővítése is. Jó döntést hoztak a tulajdonosok, a cégvezetők, hogy nálunk fejlesztenek. Szerintem is helyes lépés volt, hogy a kormány két alapon EKD támogatást, tehát beruházási és képzési támogatást is adott, mert így a cégnek is lehetősége van, hogy új lehetőségek nyíljanak meg, ne csak magyar nyelven, hanem angol nyelven is tudjon szolgáltatni. Hiszen a Qualcomm ZRT a régió meghatározó telemarketing szolgáltatója, és ha jól tudom, akkor Magyarország egyetlen tőzsdén is jegyzett call center-es cégének, az iSense-nek a 100%-os leányvállalata. A Qualcomm irodájának ünnepélyes megnyitóján részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki elmondta, Magyarországon 201 üzleti szolgáltatóközpont működik, az ágazatban dolgozók száma pedig az elmúlt 5 évben megduplázódott, ami jelenleg 100 ezer munkavállalót jelent a szektorban. A mai napon egy olyan bejelentést tehetünk itt,
olyan eseményen vehetünk részt, amelynek nyomán a magyar üzleti szolgáltató szektor tovább erősödik, azáltal, hogy a Qualcomm 100 fős bővítést hajtott végre. Így itt a Nyíregyházi Egyetemen már egy jelentős, alapvetően fiatal munkavállalókat felvonultató üzleti szolgáltató központ működése kezdődhetett meg. Ez egy 1 milliárd forintos beruházással létrejött üzleti szolgáltató központ bővítés, amelyhez a kormány 300 millió forintos támogatást biztosít. Ahogy elhangzott, ennek a beruházási programnak egy része az itt dolgozók továbbképzésére irányul, amelynek nyomán többek között idegen nyelv ismeret megszerzésével lehetővé válik majd az is, hogy a Qualcomm innen Nyíregyházáról ne csak az egyre növekvő számú magyar ügyfelet, hanem a külföldi ügyfeleket, vagy a magyar ügyfelek számára külföldi idegen nyelven történő szolgáltatást is el tudjon végezni. A helyzet az, hogy az üzleti szolgáltatásokat végző cégek a nyilvánosság előtt kevésbé ismertek, hiszen nem a nyilvánosság számára végeznek munkát, hanem a megbízóik számára, tehát egy ilyen második körös beszállítóként lennének értelmezhetőek, ha mondjuk termelésről beszélnénk. Ezért is fontos elmondani, hogy itt azért olyan magyar cégről beszélünk, amely nem csak Magyarország, hanem az egész közép-európai térség egyik legjelentősebb telemarketing szolgáltatója, az egyetlen olyan call centerekkel foglalkozó magyar vállalkozás, amelyet a tőzsdén jegyeznek. Ugye egy ilyen üzleti szolgáltató központ átadása azért önmagán túlmutató jelentőséggel bír, tehát természetesen nagyon örülünk annak, hogy a Nyíregyházi Egyetem és a vállalat együttműködésével az egyetemen fizikailag jön létre 100 új munkahely. De a helyzet az, hogy ez az üzleti szolgáltató szektor vállalatai hatalmas segítséget nyújtanak nekünk abban, hogy a tehetséges, nyelveket beszélő, egyetemet végzett fiatalokat itthon tartsák Magyarországon. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy kiemelkedő bérezés, a gyors előrelépési lehetőségek, a megbecsültség, a jó környezet, amivel itt találkozhatunk, idegen nyelvek használatának lehetősége, mind-mind olyan vonzerőt jelent az egyetemet elvégző magyar fiatalok számára, amely segít nekünk abban, hogy ezek a fiatalok itthon maradjanak Magyarországon. Ez a 201 üzleti szolgáltató központ, amely ma Magyarországon működik, és mintegy 100 000 embert alkalmaz. Az itt dolgozók átlag életkora 33 év, 82%-a az üzleti szolgáltató szektorban a dolgozóknak felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és egyébként, hogy mennyire vonzó a külföldi fiatalok számára is a magyar üzleti szolgáltató szektorban dolgozni, azt mutatja az a tény, hogy az itt dolgozók 15%-a, mármint a szektorban dolgozók 15%-a külföldi állampolgár. És ami szintén érdekes, hogy a magyar üzleti szolgáltató szektorban dolgozók összességében 40 nyelven nyújtanak szolgáltatást itt Magyarországon. Vannak olyan világvállalatok, amelyek azért hozták Magyarországra a központjaikat, mert tudták, hogy ha valaki a világ legbonyolultabb nyelvét anyanyelvi szinten beszéli, akkor valószínűleg meg tudja tanulni a második, harmadik legbonyolultabb nyelvet is. Úgyhogy kínaiul, japánul, arabul is zajlik egyébként szolgáltatás ezekben a központokban itt Magyarországon. És amiről még szeretnék egy pár szót szólni, az az, hogy ugye korábban ez egy Budapest-orientált iparág volt. Mára azonban a vidéki városok, főleg a nagy egyetemekkel rendelkező nagy városaink egyre inkább felzárkóznak, és most már sok ezer magyar fiatal vidéki nagyvárosokban dolgozik az üzleti szolgáltató központokban. A negyede az iparágban dolgozóknak már vidéki városban dolgozik. Debrecenben most már meghaladtuk az 5000-et egyébként, de Miskolcon is, ahol a Qualcomm másik irodája működik, ott is már több mint 1500-an, Székesfehérváron kis ilyen 6000-en dolgoznak ebben az ágazatban. A tárcavezető elmondta, a kormány az elmúlt 10 évben 104 üzleti szolgáltató központ létrehozását, kapacitás bővítését támogatta, ezen vállalatok 55%-a pedig további beruházásokat tervez. Augusztus 26-án Szentendrén a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia bázisán indul a Magyar Honvédség
Acélkocka elnevezésű érettségire épülő altiszt képzése. A programra már várják a vármegyében élők jelentkezését. A részletekről most Márton Boglárka főhadnagyot és Szőlősi Zsolt közkatonát kérdezem. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, hogy lehet-e arról valamit tudni, hogy mi az, ami életre hívta ezt az acélkocka programot, mi a cél ezzel? A célja a Magyar Honvédség vezetésének, hogy olyan nemzetközi szinten is jól képzett altisztek alkossák a honvédség gerincét, akik képesek a tisztek, illetve a legénységi állomány között kvázi egy ilyen közvetítő csatornaként működni. Ugye a tiszteknek vannak bizonyos elképzeléseik, utasításaik, és ez gyakorlatilag az altiszti állomány váltja készpénzre. Gyakorlatilag híd a tisztek és a közkatonák között. És tulajdonképpen már most is egy nagyon képzett állományról van szó, de ugye folyamatosan fejlődik a világ, egyre modernebb haditechnikai eszközök érkeznek a Magyar Honvédségbe is, és igazából ez hívta életre ezt a programot néhány évvel ezelőtt, és azóta is nagyon nagy sikerrel működik. Milyen részekből áll ez a program? Gondolom, egy nagyon komoly képzésre van szükség, éppen azért, mert hogy egyre komolyabb technika az, ami rendelkezésre áll. Ez egy 10 hónapos program. Ugye mindenki, aki a civil életből a honvédségbe kerül, egy alapkiképzéssel indít. Ez 8-10 hét időtartamú. Utána következik egy 14 hetes altiszti alapfelkészítés. És a programnak a további része az már nagyon gyakorlatorientált, tehát 20-24 hétig a katonák már az ország különböző pontjain, alakulatoknál vannak, és konkrétan azokra a feladatokra készülnek fel, amiket a jövőben ők végezni fognak. Például Zsolt, ugye ő a felderítő szakirányt választotta, és ő már február óta itt van a debreceni felderítőezrednél, és az alakulat képzi, ugye gyakorlatilag a saját szájíze szerint, a saját kiképzési terve szerint. Tehát felismerték azt az Altiszti Akadémián, hogy azzal segítenek a legtöbbet a katonának is, illetve a fogadó alakulatnak is, hogyha minél hamarabb megtörténik a megismerkedés, a beilleszkedés, a szocializáció, és minél hamarabb konkrétan azokkal az eszközökkel dolgozik a katona, amivel majd a jövőben is fog. Ez azt jelenti, hogy amennyiben sikeresen elvégzi a képzést, akkor ott is marad, és ott kerül majd véglegesen szerződéses katonát. Ez így van, igen. Ha már így Zsolt meg lett szólítva, én kérdezném, hogy mi az, ami motiválta arra, hogy jelentkezzen erre a programra, mi az, ami ebben megtetszett? Igazából gyerekkorom óta bennem van ez a motiváció, hogy a katonaságot válasszam, ez ugye sikerült. Ezen felül igazából a tanáraim és az iskola, ahova jártam, a középiskola motivált erre az egészre. Több hírplatformon is láttam ezt az acélkocka képzést, többen is említették nekem, és úgy gondoltam, hogy ez a nekem való hely, és jelenleg is tagja vagyok ennek a képzésnek. Hol tart most a képzése? Jelenleg a szakmai képzésnek a 16. heténél tartok, ugye 24 hetes a szakmai képzés, tehát nem sokára vége van. Júliusban fog megtörténni az avatásom, és avatást követően pedig Debrecenben leszek elhelyezve a Bornemisza Gergely felderítő ezred csapat felderítő századánál. Fontos tudni, hogy közben, a képzés közben már fizetést is kapnak. Persze, ez így van. Havi fizetés, havi illetmény jár annak, aki a képzésre jelentkezik. Ez nettó olyan 500 000 forintot jelent. Van-e valamilyen egyéb szolgáltatás itt a honvédségnél, ami szintén motiváció lehet egy fiatalnak? Az acélkockák számára, aki nem rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal, jelenleg indítottak egy kezdeményező képzést erre, hogy az acélkockák ingyen megszerezhetik ezt a B kategóriás jogosítványt, a honvédség állja a teljes költségvetést, és igazából nekünk csak meg kell csinálni a jogosítványt. Ezen felül persze járnak egyéb juttatások, amiket őrmesterként ki lehet váltani. Ezt pontosabban egy pénzügyes el tudná mondani, ugyanis én ehhez annyira nem értek, sajnos. Mit szólt a család, a szülők, hogy egy ilyen elég kemény pályát választott? Hát amikor eljöttem középiskolába, ugyanis katonai középiskolát végeztem, akkor nem díjazták ezt az egészet annyira, de aztán végül is támogattak mindenbe, és beletörődtek abba, hogy én ezt szeretném csinálni, én ezt választottam, és ez lesz az életem.
Mi az, amit tapasztalnak, mennyire tartják vonzónak a fiatalok, mennyire jelentkeznek a hirdetésre, hiszen még most is van felvétel? Június 17-ig várjuk egyébként a jelentkezést. Azt tapasztaljuk, hogy ez a program kifejezetten nagyon népszerű, és az a tapasztalatunk, hogyha valaki megszerzi az érettségit, de nem akar felsőoktatásban tovább tanulni, hanem dolgozni akar, tapasztalatot akar szerezni, akkor jellemzően ezt a programot választja, és ezt is szoktuk javasolni, hiszen, ahogy említettem is, ez 80%-ban gyakorlat. Nyilván van egy kötelező elmélet természetesen, de 80%-ban gyakorlat, és ugye vonzó az, hogy már az iskola padban töltött idő alatt is ugye fizetést kapnak ezek a fiatalok. Mennyire fog megemelkedni ez, hogyha végleges szerződésük lesz a képzés után? Ugye itt 25 év alatt is felett különbséget kell tenni, ezért bruttó összeget mondanék, 612 000 forint körüli összeg bruttóban, amit kezdő hivatásos őrmesterként keresnek. Van-e felső életkor határa jelentkezésben? Tulajdonképpen nincsen, azért szoktuk javasolni, hogy 35 év alatt jelentkezzenek jellemzően, mert így nyilván sokkal nagyobb karriert lehet befutni. Hány személy tudnak még fogadni országosan, és hogy ez le van-e megyénként bontva, vagy amilyen az érdeklődés, az szerint kerülnek be a programba a fiatalok? Igazából nincsen felső limit. Nyilván ugye teljesen egészségesnek kell lenni, és van egy fizikai alkalmassági vizsgálat, ami nem mindenkinek szokott sikerülni, de azért jellemzően, akiben megvan az akarás, és nem adja fel, annak sikerül, és be tud kerülni. Van egy minimális lemorzsolódás természetesen, mint mindenhol, de ez sem jellemző egyébként. Tehát nagyon elhivatott, jó állóképes, egészséges fiatalok alkotják ezt az állományt, férfiak és nők vegyesen, tehát ezt hangsúlyozom, hogy a hölgyek jelentkezését is nagyon várjuk, hiszen vannak különböző adminisztratív területek, például személyügy, logisztika, egészségügyi terület, amit ugye itt is lehet tanulni ezen a képzésen belül. Mennyire veszik komolyan a mentális felkészítést ebben a képzésben, hiszen nagyon bizonytalan a helyzet a világban, akár a környező országokban is. Hogyan tudnak erre a fiatalok felkészülni békeidőben? Már a bemeneti követelmények között is ugye egy elég komplex pszichológiai alkalmassági vizsgálat szerepel. Figyelemteszt, IQ-teszt, személyiségteszt, elbeszélgetések. Ez ugye azért van, mert azért az altiszti állományra elég nagy felelősség hárul, nyilván a maguk szintjén, de vezetők lesznek, döntéseket hoznak, amik ugye adott esetben az élettel függnek össze, tehát itt olyan váratlan helyzetekre is fel kell készülni, amik ugye műveleti területen előfordulhatnak, és itt egy rossz döntés, akár egy rajnak, vagy az adott esetben a szakasznak az életébe is kerülhet. Vagy akár a stressztűrés. Igen. Igen. Milyen feladatokra készülhetnek fel, ami már biztos, hogyha elvégzik ezt a képzést, akkor mire számíthatnak? Ugye ez úgy zajlik, hogy nagyon sokféle szakterületre képeznek katonákat ebben a programban, és ugye nyilván figyelik a kiképzés során, hogy ki miben jó, ki mire alkalmas, kinek mik az erősségei, és történik utána egy elbeszélgetés, amikor felajánlanak neki kvázi egy szakterületet, vagy egy beosztást. Mint ahogy Zsoltnak a felderítés. Így van, de nyilván ő is elmondhatja, hogy neki mik a vágyai, és mik az elképzelései, és utána ő már erre az adott területre specializálódik. Ugye azt tudni kell, hogy a haza fegyveres védelme, ami alapvető feladatunk, de rengeteg olyan feladat jöhet még képbe, ugye például a Covid helyzet alatt nagyon sokszor... Vagy egy katasztrófa helyzetben, és sokszor találkozhattak és találkozhatnak katonákkal az emberek, és nekünk az is a célunk, hogy minél többször mozogjunk közöttük, hogy úgy tekintsenek ránk, hogy ne féljenek tőlünk, hanem úgy tekintsenek ránk, hogy bennünk megbízhatnak és ránk számíthatnak. Ez így van. Utolsó mondat, meddig és hol lehet jelentkezni azoknak, akik ezt szeretnék vállalni? A toborzó irodákon keresztül lehet, itt Nyíregyházán a Dózsa György utca 29 szám alatt várjuk a jelentkezőket. Fontos, hogy a személyes irataik, illetve iskolai bizonyítványaik legyenek náluk, és utána mi már szépen irányítjuk őket azon az úton, ami oda vezet, hogy ezt a képzést augusztus 26-án meg tudják majd kezdeni. Márton Boglárka főhadnagy, Szőlősi Zsolt közkatona. Köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba és beszámoltak nekünk mindenről. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
Tiszavasvári Pócs Petri és Szabolcs után ezúttal a vármegyeszékhely Nyíregyháza adott otthont a vármegyenapi ünnepségnek. Az eseményen átadták a vármegyei önkormányzat kitüntető díjait, összesen 14 személy vagy társulat vett át elismerést. A rendezvényen elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Berekben az utóbbi 10 évben csaknem 175 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a TOP programok keretében. A himnusz eléneklésével vette kezdetét péntek délután a vármegyenapi ünnepség. Az elmúlt évekkel ellentétben idén nem a vármegye egyik településén rendezték meg az eseményt, ennek ezúttal a vármegyeháza díszterme adott otthont. Az ünnepi köszöntőket követően pedig a vármegyei kitüntető díjakat is átadták, összesen 14-en kaptak elismerést. Az elmúlt évben az egykori Árpád-kori vármegye székhelyen Szabolcson köszönthettük a vármegye napját, és hát nyilván ebből adódott a gondolat, hogy ebben az évben pedig a mai Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye központján, Nyíregyházán ünnepeljük a vármegye napot immáron. Tavaly azt mondhattam, hogy először köszöntöttem a jelenlévüket a vármegyei ünnepen, ez már másodjára van, és úgy látom, hogy nagyon jól, és talán gyorsabban is megszokta a vármegye közönsége ezt az ősi elnevezést, és már nem mosolyognak össze hátunk mögött, hogy hol van a vár, és hát miért vármegye. Ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy 50 évig miért nem volt vármegye. Tehát sokkal gyorsabban megszoktuk ezt az ősi és igazán méltó elnevezést. Köszönöm szépen, hogy eljöttek erre az ünnepre. Külön köszöntöm a díjazottakat, hiszen ez a számunkra a legfontosabb mondandója ennek az ünnepnek, hogy azokra, akikre büszkék lehetünk, azokat itt tudjuk elismerni. Köszönjük polgármester úrnak, hogy megtisztelt bennünket. Erről is elmondom, hogy neki el kell mennie, én mentem ki. Szatmár-Németiben egy időben lesz a választás a Nyíregyházival, az önkormányzati választás a partszemi Szatmár-Németében és testvérvárosi kapcsolatok ügyébe. Neki mai is és a holnapi nap oda is kell mennünk, hiszen hogy Szatmár-Németének újra magyar polgármestere legyen, és ezt a dicsőséget mondhatjuk el magunknak, ezt mindenféleképpen elő kell segítenünk. Szabó Tünde kormánybiztos, Nyíregyháza országgyűlési képviselője arról beszélt, a vármegye az utóbbi másfél évtizedben számos területen fejlődött. Hogy Szent István király öröksége az erős hitre és a magyar identitásunkat megőrzésére tanított bennünket, úgy ma is ki kell állnunk a hitünkért, meg kell védenünk az értékeinket, hagyományainkat, és öröm, hogy vármegyénk folyamatosan fejlődik, erős az összetartozás érzése, ami igazi sikertörténet, az elmúlt időszakra vonatkozóan, és természetesen a jövőt tekintve is. Örömteli, hogy a közelmúltban hangsúlyos előre lépések történhettek, többek között a közlekedés fejlesztésében, a vállalkozások fejlesztésében, vagy éppen a foglalkoztatásban és a felnőtt képzésben is. Jelentős kormányzati források segítették a közbiztonság erősítését, a járdák, a hidak, vagy éppen az utak, vagy az óvodák, bölcsődék és az általános iskolák megújítását is. És óriási eredmény, hogy Nyíregyháza a nemzetgazdaság szempontjából meghatározó, fejlődő évű megyeszékhelyé vált, bár én azt is mondanám, hogy a húzó megyék közé, vármegyék közé tartozik. Éppen ezért fontos feladatunk, hogy Nyíregyháza és vármegyénk továbbra is töretlenül tudjon haladni előre, hogy a lehető legtöbb lakosságot és turisztikát szolgáló beruházások valósulhassanak meg a térségben, vármegyénkben és városainkban. És természetesen nagyban segít bennünket, hogy a kormánynak határozott célkitűzése, hogy Nyíregyházát és Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyét a fejlesztés tovább folytatódhasson és segíthesse. És ez a szempont is elsődleges, hogy aki itt szeretne boldogulni, bizony találjon megfelelő munkahelyet magának. És öröm számunkra, hogy nálunk a befektetés nagyon fontos, hiszen nagyon sok nagy befektető érkezett
érkezett az elmúlt időszakban városunkban és a vármegyénkben. Az ipar és munkahely, ahol ugye egyre többen fognak ezáltal maradni, ez nagyon-nagyon fontos, a fiatalokat itthon tudjuk tartani, vagy haza tudjuk őket hívni. Jól képzett és motivált munkaerőt tudjunk biztosítani az egész vármegyének. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere szerint a fejlődés folyamatossága érdekében fontos a vármegye széke és a vármegye együttműködése. Azt gondolom, hogy ezen a napon a megyénket, az itt élő embereket, az itt meglévő létrehozott értékeket is ünnepeljük. És hát érdemes emlékeznünk a múltunkra, értékelnünk a jelent, és a jövőben is érdemes tekinteni ebből adódóan. Azt gondolom, hogy azt még tovább tudatosíthatjuk, hogy ez a megye milyen értékekkel rendelkezik, mennyire gazdag kultúrában, természetben, épített örökségben, de leginkább az embereket emelném ki. Ez a turizmusban jelenik meg, ahol mindig báronnal jönnek hozzánk vendégek, kiemelik az itt élők vendégszeretetét. Ha jelent nézzük, én azt gondolom, hogy mind a megye, mind annak a székhelye, Nyíregyháza is ebben a megyében van, az elmúlt 10 évben egy aranykort tudhat maga után. Olyan fejlődés volt, olyan gazdagodás, ami nem mindig van sajnos. Ha jövőt nézzük, én azt tekintem a legfontosabbnak, hogy ez a megye megtartó ereje erősödjön, erősítsük. Nyíregyházán ezt tűztük ki 5 évvel ezelőtt célul, hogy a fiatalok elvándorlását mérsékeljük, és ha lehet a minimumra szorítsuk. Mi kell ehhez? Tehát ehhez kellenek élhető települések, egy élhető megye, kellenek munkahelyek, és kell egy megfelelő lakhatási háttér. Én azt gondolom, hogy nagyon sikerült előrelépnünk ez ügyben. A Nyíregyházi Gazdaságfejlesztési Program több ezer munkahelyet, új munkahelyet jelent majd a következő 4-5 évben, és azt is tudjuk a tapasztalataink alapján, hogy ezeknek a munkahelyeknek várhatóan a felét nem nyíregyháziak, hanem megyebeliek töltik majd be. Ezzel párhuzamosan a szakképzést, az oktatást, az egyetemet raktuk az első helyre. Itt is nagyon jó folyamatok indultak be. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói létszám az elmúlt 2 évben több mint 50%-kal nőtt. Szeptemberben elnök úr tájékoztatásait 5000 fölé megyünk, és hát azt is tudnunk kell, hogy ennek a hallgatóknak a többsége több mint 85%-a megyebeli, és ha azon belül nézzük, több a megyéből érkező diák, mint a Nyíregyházáról. Ezt azért mondtam, ezt a két példát, hogy mennyi minden összeköt bennünket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönhetem Önöket, és azt gondolom, hogy ez az ünnepség a közösségi erőnkről, az összefogásról, az együttműködésről is szól. A rendezvényen összesen 14 személy részesült a Vármegyei Önkormányzat elismerésében. Idén 2 személynek adtak át Prokkomitátú díjat. Marik Sándor újságíró és Bodnár Gáspár a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója vette át az elismerést Cseszták Oszkártól, a közgyűlés elnökétől. Az ember a napok sűrűjében végzi a dolgát, végzi a munkáját, és egyszer csak arra ébred, hogy ezt mások is észreveszik és nagyra értékelik, hiszen ilyen magas kitüntetést kaptam a Vármegyeházán, amire nem számítottam. Tehát ahogy ezt szokták mondani, ez nem csak az én díjam, hanem a csapatom díja, hiszen egy olyan csapat van mögöttem, akikkel érdemes előre haladni, és sok sikert tudunk velük elérni. A Vármegyenapi rendezvény ünnepi beszédét Olá Gábor területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár mondta el. Kifejtette, a TOP keretében az elmúlt 10 évben közel 175 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a Vármegye 650 helyszínén. A politikust a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés ezüst emlékéremmel adományozta meg a térség fejlődéséért tett erőfeszítéseiért. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye hagyományaiban gyökerezve öleli fel a jövőt.
A régió vonzza a befektetéseket és elősegíti a vállalkozói kedvet, új növekedési és fejlődési lehetőséget teremtve. Az infrastruktúra fejlesztésére, a vállalkozások támogatására és a lakosság életminőségének javítására irányuló önkormányzati kezdeményezések egy virágzó jövőt nyitnak meg. E célok elérése érdekében jött létre a terület és településfejlesztési operatív program is, szűkebb feladatom, amely a régió fenntartható fejlődését elősegítő projektek anyagi támogatását hivatott biztosítani. Van egy mondás, hogy ha egy fa kidől, az mindig hatalmas zajjal jár és felfordulást okoz, de az, hogy közben az erdők csendben növekednek, azt kinézi. Azért vagyunk itt, hogy mi nézzük. A TOP keretében az elmúlt 10 évben a vármegyében közel 175 milliárd forintnyi fejlesztést tudott megvalósulni, és eddig 650 darab helyen tudtunk beavatkozni, ennyi projekt valósult meg sikeresen az elmúlt években. Megköszönöm a vármegye vezetésének és valamennyi jelenlévőnek az együttműködést, amelynek eredményeképp a TOP kiemelkedő eredménnyel zárulhat. Természetesen nem volt könnyű feladat, hiszen az elmúlt évek jócskán próbára tették a kitartásunkat, azonban egymás kölcsönös segítésével elérhetővé váltak a közösen kitűzött célok. Önök nélkül, az önökkel kialakított hatékony együttműködés nélkül nem épülhettek volna a térségben bölcsödék, óvodák, aszfaltozott utak, ipari parkok, hogy csak néhány példát említsek. Igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy az évek során mindig támaszkodhattunk az önök szakértelmére, tiszteletben tartva és egymáshoz közelítve a különböző nézőpontokat. Ezt a célt tűztük ki a jövőre is, a TOP Plus megvalósítása során is, ahol lehetőség nyílik arra, hogy energiánkat, szakértelmünket és erőforrásainkat olyan kezdeményezések felé irányítsuk, amelyek közösségünk jövőjét alakítják. A TOP Plus program nem csak a finanszírozásról és a projektekről fog szólni, hanem hagyatékteremtésről is, hogy kitörölhetetlen nyomot hagyjunk a vármegye életében. Mert ki tudná jobban, mint akinek a szomszédjában háború zajlik azt, hogy csatatereken át nem vezet út az élhető jövőbe. A jövő a felépülő otthonokban, a bölcsödékben, óvodákban, iskolákban van, nem a porigrombolt kiégett településeken. Az itt lakók büszkék lehetnek iskoláikra, mert ott az ott átadott tudás és készségek biztosítják, hogy a fiatalok jól felkészüljenek a jövő kihívásaira. Büszkék lehetünk a gyarapodó településekre, mert azt mutatják, hogy tudunk közösen, egy cél érdekében, napról napra kitartóan, alázattal és elkötelezetten dolgozni. Megszülte hűtlen gyermekét. A vármegye napi ünnepség kulturális élményét a pénteken szintén kitüntetésben részesülő Mandala Dalszínház műsorai biztosították. Akármi történt, mindig büszke nő maradt. Így élt a sok-sok év alatt. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!